feels like a close. It's coming to fucking mind. Gonna do. Na sziasztok, ez itt a Top Movies, most pedig a Védelmező című filmről szeretnék egy picit beszélni. Denzel Washington ismét egy testhez álló szerepet kapott a kiképzésben is őt dirigáló Fukuoka-tól, ha így kell kimondani. Kőkemény csávót alakít, aki elég durván ossza az ellent, egy ex-komandós, aki egy lány megmentése miatt visszatér, hogy felszámolja kb. A teljes orosz maffiát. A film egy Amerikában népszerű, bár Magyarországon egyáltalán nem ismert 80-as évekbeli sorozat alapján készült. Az ugye 4 évadot is megélt, sőt még egy Golden Globe-ot is besöpört. És érdekességképpen elmondom, hogy ezt a sorozatot nézi a Wall Street farkasában a DiCaprio apját játszó Rob Reiner, akit ugye a fia telefonhívása megzavar, és jól elszívja, hogy miért zavart őt meg a kedvenc sorozata nézése közben. Na de visszatérve a Védelmező című filmre. Washington az utóbbi években szívesen lubickol az akciósztár szerepkörbe, akárcsak ugye Liam Neeson. Annyi talán benne az érdekes, hogy nem sabron karaktereket hoz általában, hanem valamelyest ilyen árnyaltabb drámai figurákat vesz elő. Hát egy 2 Oscar díjas színésztől egyébként ez szerintem a minimum. Ráadásul ugye az egyik Oscarját a kiképzésért kapta, ahol szintén Fukuoka-val dolgozott, mint itt. A másikat ugye meg az 54. hadtest miatt. A drámai, begyedi dolgot pedig esetünkben az adja a karakternek, azon felül, hogy konkrétan szinte egy szuperhősi státuszba emelkedett ex-bérgyilkos, hogy rögeszmény és kényszerbetegségben szenved. Tudjátok, ami Jack Nicholsonnak is volt a Lesz ez még kicsi című filmbe. Ja, és rengeteget olvas, fontos nagy klasszikusokat. Hozzáteszem, a könyvekről való diskurálások néha kicsit erőltetettek. Túl arcunkba nyomják a szimbolikát. Halász meg halász, blablabla, stb. Stb. Természetesen minden olvasott könyv pont reflektál Washington aktuális állapotára. Na szóval, a készítők az akció mellett fordítottak időt a karakterek drámájára, árnyalására, kidolgozottságára, és bár szerintem a film pont ezeken a pontokon csúszik el. Washington alapvetően jó, az én személyes véleményem az, hogy ő mindig az. A főgonosz karaktere viszont nem annyira árnyalt. Tény, hogy Martin csókást nagyon-nagyon szórakoztató volt nézni, nagyon-nagyon jó alakítást nyújt, teljesen őrült és pszichopata orosz bérgyilkos szerepében. A fenyegetést én is fenyegetettségnek éreztem, amit ő ott lenyomott. Nekem leginkább a Leona profi genyója ugrott be róla, legalább olyan szórakoztató, mint amennyire gonosz. Egyébként a cselekmény mozgatórugóját adó lány és Washington viszonya kifejezetten klissés, a drámai részek kicsit ilyen leülősek, tehát pont az a vonal, amit a trailer bemutat, hogy nem annyira akciófilmet fogunk látni, mint sem valami nagyon mély és drámai akciózást, az talán annyira nem igaz, hiszen ez inkább egy kőkemény akciófilm, viszont amint Denzel papa elkezdi osztani a népet, na ott számomra beindul minden. Tudom, hogy bűnös élvezet nézni a könyörtelen gyilkolást és brutalitást, és pironkodnom kellene, hogy én ezt élvezem, de mégis ez van. Megjegyzem, azért az alkotók próbáltak morális megoldásokat felvázolni a gyilkosságok jogára, de a tény az tény, hogy aki összeszűri a port az öreg Washingtonnal, annak sok jót nem tartogat az élet, mondjuk rosszat sem, mert egyáltalán semmit nem tartogat. A film felénél kicsit leült a lelkesedésem, mikor a felszárról elindultak ilyen megmentős, már szuperhősi mellékszálak, tényleg csak a Batman jelmez hiányzott, ahol Denzel Washington elkezd igazságot tenni így mindenkivel szemben, de szerencsére gyorsan visszakanyarodunk az oroszokhoz, és milyen jól tesszük. Amikor a keménységet osztották, Washington kétszer is sorba állt, mindkétszer meg is kapta szerintem. Vérben tocsok az egész film, nem véletlen a 18-as karika. Brutalitást premier plánba kapjuk teljesen naturálisan, Denzel pedig tud ölni szögbelövővel, flakonnal, fúróval, kalapáccsal, sőt még bornitóval is. Tényleg a plánozás, a zene, ami szintén egyébként nagyon cool, minden azt segíti elő, hogy milyen menő is Denzel Washington, és komolyan ez a film egy naturális, brutális szuperhős sztori, egy modern igazságszolgáltató lényről. Olyan a film felépítése, mint egy képregényfilmnek, ahol jó harcol az igazságért, a gonosz meg ellene, csak itt hát kicsit több a vér, meg egy picit ember közelibb az egész. Nevesen nincs szuperhős ujja, hanem egy átlag hétköznapi emberről van szó. Nekem tetszett ez az old school kis kaland, korán sem hibátlan, inkább ilyen nem egy A-kategóriás film, tehát nem egy kiképzéssel együtt kell emlegetni, hanem tényleg egy kőkemény akciófilm, annál nem több, viszont az gyönyörű szépen hozza. Jó, nyilván sok helyen bele lehet kötni, pár helyen nagyon is, viszont aki kicsit is élvezi nézni a bűnt, annak ezt a bűnt szerintem kár lenne kihagyni.
Az én popcorn mérőm 78%-ot ad a filmre, én ennyire értékelem. Szóval dancer rajongók, akció rajongók, vagy aki csak egy kicsi keménységre, kulcságra vágyik, az nyomás megnézni a filmet. A finom lelkűeknek nem igazán ajánlom, tényleg brutális, néhány gyilkosság. Mindegy, köszönöm, hogy meghallgattatok, das vidánya mindenkinek!